Légy magabiztos. A sikeres és boldog élet kulcsa. Szeretettel üdvözöllek, és örülök, hogy úgy döntöttél, meghallgatod a gondolkodásodat átalakító CD-met, melynek segítségével sokkal nagyobb önbizalomra tehetsz szert, és nagyszerűen fogod érezni magad a bőrödben. Ne hallgasd ezt a felvételt autóvezetés közben, vagy ha valamilyen gépen dolgozol. Csak is akkor hallgasd, amikor teljesen el tudsz lazulni, és közben biztonságban vagy. Ha sztereóban hallgatod a CD-t, akkor ezeknek a szavaknak jobb oldalról kell érkezniük hozzád, ezeket pedig balról hallod. Legjobb, ha kényelmesen hátradőlsz egy fotelben, vagy lefekszel, miközben hallgatod a felvételt, és kizárod a külvilágot. Az is segít, ha behunyod a szemed. Ez az ellazult, gondolkodásodat átalakító állapot nem azonos az alvással, közben végig ébren leszel. Mindent hallani fogsz, amit mondok neked, és végig öntudatodnál maradsz. Mégis változások következnek be a bensődben és az életedben. Olyan ez, mintha ébren álmodnál. Mindössze arra van szükség, hogy lazíts, és hagyd, hogy a hangok átjárják és betöltsék az agyadat. Lehet, hogy később, amikor teljesen éber vagy, nem is fogsz emlékezni az egészre. Mégis sokkal jobban fogod érezni magad, miközben követed a javaslataimat. Helyezkedj el most kényelmesen, huny be a szemed, ha jól esik, és figyelj a légzésedre. Ha újra teljesen éber állapotba kerülsz, könnyedén fogsz öntudatra ébredni, de most ne foglalkozz ezzel. Add át magad a pihenésnek. Azért hallgatod ezt a CD-t, mert változtatni akarsz az életeden. Miközben teljesen ellazulsz, és csak néhány dolgot érzékelsz, hallani fogod a szavaimat, és közben nagyobb önbizalomra teszel szert. Úgy érzed majd, hogy egyre inkább képes vagy rá, hogy irányítsd az életedet. Miután meghallgattad a felvételt, frissen, tele életerővel és energiával fogsz öntudatra ébredni, közben pedig nagy belső nyugalmat és erőt érzel magadban. Most tehát figyelj a légzésedre, figyeld, ahogy mellkasod magától lassan emelkedik és süllyed. Most, hogy figyelmedet a légzésedre összpontosítod, hallod a szavaimat, miközben ellazulsz. Nem kell semmiféle erőfeszítést tenned, csak engedd el magad. Közben érezheted a pulzusodat, ahogyan a szíved ver. Figyeld, hogy betölti, átjárja az élet a testedet, ahogy áramlik benned az energia. Most pedig számolj magadban visszafelé 300-tól. 300, 299, 298, 297, 296, 295. Nagyon jó. Nem baj, ha elvéted a számolást, vagy kihagysz egy számot. Csak kezd újra előről, vagy folytasd onnan, ahonnan akarod. Észre sem veszed, hogy álom és ébrenlét határán lebegsz, bár néha még vissza-visszatér az éberséged. Az is jó, ha folytatod a számolást, de az sem baj, ha abba hagyod. Nem kell tudatosan figyelned. A tudatalattid mindent hallani fog, amire szükséged van. Szeretném, ha éreznéd, amikor teljesen ellazultál, amikor egészen könnyűnek érzed magad. Engedd mindig egy kicsivel lejjebb a válladat, miközben kifújod a levegőt, míg egészen szabadnak és lazának nem érzed magad. Ha ellazítottad a válladat, hagyd, hogy ez a könnyed, laza, felszabadult érzés végig áramoljon a karodon és egész testeden. Lazítsd el a lábadat, a combodat. Hagyd, hogy ez a jó érzés egészen a lábad ujjáig betöltsön. Közben hallod a szavaimat, azok eljutnak hozzád, és érzed, hogy az egész tested könnyű lesz, és miközben agyad is ellazul, csodálatos elméd sokkal jobban be tudja fogadni a tanácsaimat, amelyek jobbá teszik életedet. Most már nem figyelsz a légzésedre, az agyad is egészen ellazult, alvás és ébrenlét közt lebegsz. Észlelésed, értelmed, tudatod lelassul.
közben a hangom megnyugtat, lecsendesít, és békességgel tölt el. Gondolj arra, milyen kellemes nyaraláskor elnyúlni egy meleg, napsütötte helyen, a vakítóan kék ég alatt, miközben a napsugarai ragyogva verődnek vissza a tengervizéről, a hullámok halkan nyaldossák a partot, és a frissítő szellő körül simogatja a testedet. Régi félénk és óvatos gondolkodásodnak és viselkedésednek megvolt a maga szerepe az életedben. Megtették a dolgukat. De más módja is van, hogy jó dolgokban legyen részed, és közben megválja régi beidegződésektől, és a jövőben egészen megszabadulj tőlük. Szeretném, ha alkotó fantáziád új utakat találna, hogy a régi viselkedés minták nélkül is elérd mindazt, ami jó az életben. Lehet, hogy már ismered ezeket az utakat, de az is lehet, hogy még nem látod őket pontosan. Szeretném, ha tudatalattid új utakat és viselkedésformákat nyitna meg előtted, de csak olyan ütemben, ami elfogadható számodra. Képzeld azt, hogy mostantól sokkal jobb lesz az életed, mert magabiztosabb vagy. Most, hogy kezdesz szakítani régi gondolkodásod korlátaival, vedd észre, hogy mindenütt újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg előtted. Mit tennél a legszívesebben, ha tudnád, hogy biztosan eléred, és nem bukhatsz bele? Mi ketten arra utasítjuk a tudatalattidat, hogy írja felül régi gondolkodási és viselkedési mintáidat, hogy megtelj önbizalommal, hogy még inkább önmagad és magabiztosabb légy. Most gondolj valakire, akit nagyon magabiztosnak látsz. Milyen a testtartása? Hogyan ül, áll, mozog és mosolyog ez az ember? Hogyan beszél? Milyen a hangszíne és a hanglejtése? Milyen szavakat használ? Most képzeld el, hogy belebújsz az ő bőrébe. Láss mindent az ő szemével. Halld, amit ő hall, és érezd, milyen magabiztos. Vedd kölcsön az önbizalmát, hogy a jövőben könnyedén és magától értetődően érezhesd ilyen jól magad. És épp ilyen magabiztosan cselekedj, ha arra kerül a sor. Mostantól belső és külső hangod egyre magabiztosabb lesz, de csak olyan ütemben, ahogy a szavaid is, amelyek az új, pozitív gondolatokat fogják tükrözni, melyek nap mint nap megfogannak a fejedben. Sok évvel ezelőtt, amikor még kisgyerek voltál, erőlködnöd kellett, hogy felállj, járni tudj, megfogj dolgokat és úgy mozogj, ahogy szeretnél. Aztán, ahogy növekedtél, már tudtál járni, mozogni, fogni, méghozzá olyan könnyedén, hogy természetesnek vetted. Régen még meg kellett küzdened a fogalmakkal, amelyeket nem értettél, miközben olvastad vagy leírtad őket. Most pedig mindez már gondolkodás nélkül megy. És régóta szeretnél magabiztosabb lenni. Most eléred ezt. Ahogy megtanultál járni, mozogni, fogni, ezt is megtanultad. Ahogy tudsz írni és olvasni, mostantól a magabiztosságot is természetesnek veszed. Minden egyszerűbb és könnyebb, mint korábban. Mert bízol magadban, és úgy érzed, te irányítod az életedet. És ahogy mások kimutatják irántad érzett szeretetüket és tiszteletüket, és te is szeretettel és tisztelettel fordulsz feléjük, úgy találsz új, izgalmas, mégis könnyű utakat, hogy örömre lej, és élvezd az életet. Most gondolj valakire, aki nagyon szeret és becsül téged. Idézd fel az alakját, és képzeld, hogy ott áll előtted. Óvatosan lépj ki testedből, és lépj be annak a testébe, aki szeret téged. Lásd magad az ő szemével, hallj az ő fülével, és érezd, ahogy szeretet és jó indulat sugárzik belőle feléd, amikor rád néz. Érezd át minden apró gesztusában, milyen is az, amikor szeretnek és becsülnek téged. És most vedd észre, ismerd meg azokat a csodálatos tulajdonságokat, amelyeket talán nem is értékeltél önmagadban mostanáig. Ettől fogva, ha bármikor magadra gondolsz, épp ilyen pozitív módon, ekkora szeretettel és elfogadással fogsz magad felé fordulni. És most lépj vissza a saját testedbe, és pár pillanatig élvezd az érzést, hogy milyen is az, amikor szeretnek és megbecsülnek,
és olyannak fogadnak el, amilyen vagy. Amikor biciklizni tanulunk, nem sikerül rögtön az első alkalommal nyerekben maradnunk. Néha megbillenünk, esetleg le is esünk. De aztán megint neki rugaszkodunk, és mindig egy kicsit jobban megy a dolog. Ez a tanulás és begyakorlás folyamata. Végül rákapunk az ízére, és boldogan indulunk hosszú útra kerékpárunkon. És ettől a naptól fogva mind boldogabb és boldogabb leszel. Automatikusan egyre több örömöt és szépséget találsz a pillanatokban. Képzeld el, hogy előtted áll vagy ül a nálad kissé magabiztosabb éned. Most képzeld azt, hogy belépsz ebbe a magabiztosabb énedbe. Láss az ő szemével, hallj az ő fülével. Érezd ennek a magabiztosabb énednek az érzéseit. Most pedig közvetlenül előtted lásd meg a még ennél is magabiztosabb énedet, aki kicsit jobban kihúzza magát, miközben ül vagy áll, a szemében nagyobb önbizalom ragyog, és több személyes varázserő árad belőle. És most lépj be ebbe a még magabiztosabb énedbe, és megint lásd meg, hogy egy még ennél is magabiztosabb éned ül vagy áll előtted, akiben még több a szenvedély, az erő, a könnyedség, aki még jobban érzi magát a bőrében. Most pedig lépj be ebbe a még magabiztosabb énedbe, és érezd, milyen jó is ilyennek lenni. Miközben egy olyan helyzetre gondolsz, amikor nagyobb önbizalomra van szükséged, képzeld azt, hogy beléptél ebbe a sikeres, boldog énedbe, és minden pontosan úgy alakul, ahogy akarod. Lásd, amit ő lát, halld, amit ő hall, és érezd, milyen nagyszerű is ilyennek lenni. És most képzeld el, hogy megpróbáltatásokat kell kiállnod, küzdened kell, de mindegy, mi történik, mert te mindent remekül csinálsz, hiszen találékony és sikeres éned mindent megold. Felülemelkedsz a gondokon, megoldod a problémákat, mert csodálatos elméd megtalálja a módját, hogyan lehet leküzdeni az akadályokat. Még élvezed is a kihívásokat, mert közben egyre erősebb és okosabb leszel, és jobban fogod becsülni önmagad, ahogy mások is sokkal jobban fognak tisztelni és értékelni. Ha észreveszed, hogy negatívan, félénken beszélsz magadhoz, tudd, hogy ez csak azért van, mert a legjobbat akarod önmagadnak. De megváltozhatsz, fejlődhetsz, és belső és külső hangod is bátorítóbbá, merészebbé válhat. Jóra buzdító, bátrabb szavakat használhatsz. Mert meg tudod csinálni. Lebb meg magad ezzel. Bíz magadban. Légy magabiztosabb. És képzeld el, hogy belenézel a tükörbe, és elfogadod magad, és szeretetet küldesz magadnak. Még jobbá akarsz válni. De már is elfogadod magad, mert szereted és becsülöd magad. Képzeld el most, hogy belenézel a tükörbe, és szeretetet küldesz magadnak. Csodálatos elméd ezek után magától a pozitív, jó dolgokra fog összpontosítani, és sokkal találékonyabb, ügyesebb és okosabb lesz, mint korábban. Meg fogod találni, hogy mostantól milyen jól érzed magad. Minden nap erősebb lesz benned ez az érzés, mert olyan ütemben fogod magad jobban érezni, ahogy a legjobb neked. Képzeld el, milyen lenne az életed, ha jobban éreznéd magad a bőrödben. Milyen lenne a testtartásod? Milyen lenne a hangod? Milyen gondolataid lennének önmagadról, és mi mindent szeretnéd elérni? Miket mondanál magadnak? Egyre erősebb lesz benned ez a jó érzés. Teljesen magabiztos vagy, összhangban vagy önmagaddal. Érezd magadban az erőt, az önbizalmat, amint átjárja egész valódat, és érezd, ahogy a szemed merészen és elégedetten csillog. Gyerekkorodban biztosan hallottad a Ruth kiskacsa történetét, akinél mindenki jobb és szebb volt. Aztán egy napon a kiskacsa hirtelen megváltozott, és megpillantotta a vízben egy gyönyörű hattyú tükörképét. Ki lehet ez? Milyen gyönyörű, milyen erős! Kiáltott fel, majd végül rájött, hogy a szépséges hattyú ő maga. Most már tudod, mit akarsz. És csodálatos elméd arra fogja használni zsenialitását, hogy megtalálja az útját, módját, hogy ez meg is valósuljon. Mozgósítja minden képességedet és találékonyságodat, amire szükséged lesz, és munkára fogja őket, felmérve, mi kell neked.
Bár tisztában vagy vele, hogy nehézségek is adódnak majd ezen az úton, lehet megoldást találni rájuk már előre. Ragyogó elméd képes rá, hogy folyamatosan változtasson és finomítson a terven. Erőt merítsen az eredményekből, és úgy haladjon tovább, akár egy repülőgép, amelyik állandóan igazít a pályáján, még biztosan el nem éri a célt. Mit szeretnél megtenni annyira, hogy még fizetni is képes lennél érte? Képzeld el, hogy megnyered a lottón a főnyereményt. Mennyire örülnél neki, és milyen gyorsan ösztökélnéd magad, hogy átvedd a nyereményedet? Hol kezded érezni ezt a kellemes, bizsergető érzést a testedben? És milyen porcikádat járja még át? Úgy éled meg minden egyes napodat, minden lélegzetvételedet, mint egy gyönyörű műalkotást, festményt vagy szobrot, és minden pillanat szépségét kiélvezed, ahogy feltárja neked káprázatos szépségét. Öröm és gyönyörűség számodra megélni minden egyes pillanatot. Szeretném, ha most rögtön magad előtt látnál egy filmet a jövődről, a sokkal sikeresebb önmagadról. Figyelj meg minden apró részletet. Milyen ez a jövőbeli éned? Milyen az arc kifejezése, a testtartása, hogyan csillog a szeme? Miközben pereg előtted a film, sok sikeres pillanatot látsz magad előtt a múltból és a jövőből, olyanokat is, amelyek még nem történtek meg veled. Amikor lepergett a film, szeretném, ha kiúsznál a testedből, és belépnél ebbe a sikeres énedbe. Lásd, amit ő lát, halld, amit ő hall, és érezd a sikerízét. Tedd a színeket élénkebbé, a hangokat és az érzéseket erősebbé, miközben pereg fejedben a film, és megerősíti a hitedet abban, hogy te is lehetsz sikeres. A múltban érzelmeid erős jeleket küldtek neked, hogy odafigyelj rájuk. Ám úgy is át tudják adni a pozitív üzeneteket, hogy ne legyenek nyomasztóak. Így egyre könnyebben tanulsz érzelmeid bölcsességéből, amelyek megújulnak, és olyan módon küldik neked a pozitív jeleket, hogy nyugodtabb, erősebb és okosabb leszel közben. Engedd szabadjára a képzeletedet. Képzeld el, hogy eltelt egy év, és ez volt életed legjobb éve. Mitől lett ez az év ilyen fantasztikus? Mi történt az egészségeddel, a magánéleteddel, a karriereddel, az emberi kapcsolataiddal és életed más területein, ami ilyen csodálatossá tette ezt az évet? Most képzeld el egy tökéletes napodat. Menj végig ezen a remek napon. Élvezd, milyen jól kezdődik. Örülj azoknak, akikkel találkozol, és akik szeretettel fogadnak téged. Képzeld el, hová mennél, mit csinálnál. Most azonnal gondold ezt végig, és élvezd, milyen zseniális dolgokra képes a fantáziád. Lásd a sok csodálatos részletet, halld, amit ott hallasz, és érezd, amit ott érzel. Tudatod még nem tudja, fontos, hogy őrizd magadról egy nagyszerű képet, amelyhez bármikor, bármilyen körülmények között azonnal visszatérhetsz, amitől megnyugszik a légzésed, és bátorság tölt el, és egyszerűen önmagad vagy. Érzed, hogy egyre nagyobb benned a motiváció, hogy elérd a céljaidat. Emlékezz arra az időre, amikor valóban tettekre sarkalt a vágy. Amikor jól döntöttél, jól cselekedtél, és jobbra fordítottad az életedet. Képzeledben térj vissza oda. Lásd, amit akkor láttál. Halld, amit akkor hallottál. És érezd a régi jó érzést. De gondolhatsz arra is, mennyivel jobb lenne az életed, ha igazán buzogna benned a tetterő. Képzeld el, milyen jó lenne, ha pont annyi önbizalom, erő, kitartás és elszántság lenne benned, amennyire mindig is vágytál. Tedd a színeket élénkebbé, a hangokat gazdagabbá, az érzéseket erősebbé. Most gondolj egy olyan helyzetre, amikor érezni akarod magadban a tetterőt. Képzeld, hogy minden tökéletesen zajlik, pont úgy, ahogy te akarod. Lásd, amit most látsz, halld, amit most hallasz, és érezd, milyen jó cselekedni, és aztán élvezni a sikert.
Amikor a jövőre gondolsz, már tudod, hol helyezkedik el az idővonalad. Képzeld el nagy és erőteljes képekben, ahogy eléred a céljaidat. Lásd, ahogy jövőbeli sikered képei betöltik az idővonaladat. Tedd a képeket még nagyobbá, fényesebbé és erősebbé. Amikor elindulunk valahová, megnézzük a térképet, hogy tudjuk, hová megyünk. Most te is engedd, hogy ragyogó elméd lássa, milyen pompás életet akarsz magadnak. És ahogy látod ezeket a nagyszerű képeket az idővonaladon, tudod, hogy a jövőd csodálatos lesz. Mielőtt öntudatodra ébredsz, szeretném, ha megerősítenél minden pozitív gondolatot, amelyet megéltél önmagadról. Amint teljesen éber leszel, eltölt a tetterő, hogy cselekedj, és te élvezni fogod ezt. Tudjuk, hogy képesek vagyunk álmodozni napközben is. Tudunk aludni, és fel tudunk ébredni, bár nem tudjuk, hogyan is ébredünk fel pontosan, mégis megtesszük. Most pedig felébredsz, miközben visszafelé számolok. Friss és kipihent leszel. Ébredj fel most, légy nyugodt és önbizalommal teli. 10, 9, 8, fokozatosan ébredj. 7, 6, 5, 4, nyújtózkodj és ásíts, ha akarsz. 3, 2, 1.